Az elmúlt mintegy 2-3 éve kifejezetten hiányszakmának számít a szakács, a konyhai kisegítő és a felszolgáló a megyénkben, valamint országos átlagban egyaránt. Korábban az egyik helyi étterem konyhafőnöke úgy nyilatkozott televíziónknak, jó, ha 8-10 tanulóból 1-2-t ki tud nevelni. A diákoknak mindig felhívja a figyelmét, hogy a szakácsok akkor dolgoznak, amikor más pihen, a folyamatos továbbképzés pedig elengedhetetlen a szakmában. Szerinte ez is lehet a munkaerő hiány egyik oka. Másrészt úgy látja, azok a diákok, akik kilépnek az iskolából, nem rendelkeznek kellő tapasztalattal, hiába vettek részt gyakorlati képzésen. Sokszor a különböző gépeket és munkaeszközöket is meg kell ismertetni velük, valamint a gasztronómia folyamatosan fejlődik, változik, ezeket az újításokat követni kell mindenkinek. Legtöbbször az is probléma, hogy az iskolából kikerülő diákok rögtön magas fizetésért, a legjobb éttermekben szeretnének dolgozni, nem akarják végigjárni a ranglétrát. Hogyha az országot nézzük keresztbe, kosba, akkor van baj a rendszerben. Hogyha egy-egy jobb régiót szemezgetünk, akkor megoldódni látszanak bizonyos problémák. Hát ugyanez a törekvés, amelyet a szakmai szervezetek megfogalmaztak, és egy kikiáltanak nap, mint nap. Ez úgy tűnik, hogy egy párbeszédé alakul, az ágazati készségtanácsok felálltak. Komárom, Esztergom, Győr-Moson, Sopron megye és Budapest is élen jár, de mindenhol keresnek felszolgálókat, konyhai kisegítőket, cukrászokat és szakácsokat, valamint szobaasszonyokat, de recepciósokat is az országban. Sokan dolgoznak még mindig külföldön, de egyre többen jönnek haza, emelte ki Krivács András. Ez annak is köszönhető, hogy egyre több 4 évszakos vendéglátó egység működik Magyarországon. Ez a szezonális munkavégzéstől sokkal biztosabb foglalkoztatás jelent. Ez teszi vonzóbbá a szakembereknek az itthon maradást. Az év 365 napjában az erre kollégák föl, tehát a szálloda tulajdonosok, az étterem tulajdonosok, a cukrászdák tulajdonosai, vagy éppen a pékségek, a pékek tulajdonosai fölálltak abban a sorba, hogy már nem kimondottan szezonális turizmusként jellemző Magyarország, hanem egy biztonságos célpontként lehet megközelíteni, és ez arra ösztönöz mindenkit, hogy ne szezonális nyitvatartással legyünk az év 3-4 hónapjában. Ez jellemző volt egy ideig a Balatonon, most ott is megindult egy pozitív fejlődés, hogy idézőjelesen lecserélik ezeket a mondani valókat, és 4 évszakos turizmust terveznek, akár a Balatonon körbe, de hogyha szűk megyénket nézzük, vagy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét nézzük, ugyanis nekünk ez a fontos, hogy itt maradjanak a kollégák, ne menjenek el Budapestre, ne menjenek el a Dunántúra, sőt, mi több, ne menjenek el az ország határokon kívülre, bármelyik irányba, keletre vagy nyugatra, akkor itt is ez látszik, hogy egy teljesen megújult felfogással próbálnak a kollégákhoz, a munkavállalókhoz közelíteni, megemelkedtek a bérek több helyen, és már nem, hogy nyugat-dunántúli béreket adnak kollégák, vagy adunk mi a munkavállalóinknak, hanem azért ez nyugat-európai fizetéssel is felveszi a verseny. A helyi gasztronómia évek óta egyre inkább befolyásolja az úti célok kiválasztását is. Szabolcs megye ilyen szempontból Magyarország egyik éléskamrája, tette hozzá a Gasztronómiai Szövetség elnöke. A szakembereknek az északi és nyugat-európai konyha sajátosságaiba kell beültetni a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hagyományokat. Így lehet a legjobban kihasználni a földrajzi adottságokat.